Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta már több mint 3 millió ember menekült Lengyelországba. Voltak azonban ukránok, akik ellenkező irányba indultak. Az első hetekben többnyire ukrán férfiak akartak csatlakozni az agresszor elleni harchoz. Most ez a tendencia megváltozott. Egyre több nő és gyermek szeretne hazatérni. Anna Mihalska, a határőrség sajtóreferense azt mondta, hogy az ukrajnai hadművelet első napjaiban a Lengyelországból Ukrajnába hazatérők száma körülbelül napi 10 000 ember volt. Mostanra eléri a 20 000-et, sőt néha a 22-23 000-et is. Olga és fiai Szumi városából származnak, másfél hónapig voltak Lengyelországban, most hazamennek az Ukrajnában maradt családtagokhoz, Olga apjához, anyjához, nagynényéhez és férjéhez. A gyerekek nagyon örülnek, hogy hazamehetnek az apjukhoz, nem hagyhatom el a hazámat. Bombariadó mindig van, mint ahogy volt is, talán gyakrabban, hogy most hogy van, nem tudom. Természetesen itt pihentem, de izgulok, úton vagyok haza és sírok, mert nagyon félek. Nagyon aggódom a gyerekekért, az életünkért, hogy ne sérüljünk meg, mondta az édesanyja. Olga egy a sok közül, aki nem vár tovább arra, hogy hazamenjen. A kutatások azt mutatják, hogy azok az ukrán menekültek, akik a háború miatt hagyták el otthonukat, valójában nem akarnak nyugati országokban maradni. A 65-80% azoknak az ukránoknak, akik a háború miatt mentek el az országból, mielőbb haza szeretnének térni. Amikor úgy érzik, hogy biztonságban lesznek, visszajönnek. Azt is gondolom, hogy ezek a nyilatkozatok meglehetősen őszinték, mondta Olena Babakova, ukrán újságíró, migrációs szakértő. Sok ukrán menekült, aki Lengyelországba érkezett, nem volt hajlandó más nyugati országba áttelepülni. Inkább itt maradtak Lengyelországban, ahol az ország közelsége nem csak fizikai, hanem lelki és érzelmi is, hiszen békére várnak. És gyors hazatérésre, összegezte Magdalena Hodovnik, az Euronews tudósítója Varsóból.